Ennek előtt szögezzük le, hogy Magyarország számára rendkívül káros, hogy az orbáni politika következményeként olyan kezdeményezések megszülethetnek, mint a szavazati jog felfüggesztése a tanácsban, a soros elnökség elvonása, vagy akár az országnak járó uniós források megvonása. Azonban nem gondolhatják komolyan, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt bizottság, hogy miközben a demokrácia védelméért szállnak sikra, szerződésekben rögzített jogokat írnak felül politikai kezdeményezéssel. Orbánt és rendszerét pont ez a tehetetlen vergődés és szánalmas komédia hízlalja, amit itt tandemben művelnek évek óta. Ha valóban tenni akarnak Orbán rendszere ellen, akkor ne Magyarországot szégyenítsék meg, és ne a magyarság egészét sújtó javaslatokkal álljanak elő, hanem olyannal, amely magát a rendszernek a fejét és oligarcháit sújtja. Tudjuk, kik ők. Vonják meg hát tőlük a pénzeket, fagyasszák be nyugati bankszámláikat, tiltsák ki cégeiket az európai piacokról. Ezt a nyelvet érteni Orbán. Az EU pedig ezzel nem csak neki, de minden más orosz érdekeket szolgáló rendszernek is üzenne egyben. Kevesebb színjáték, több bátorság. Köszönöm.